miniszterelnök úr, helyettes és miniszter úr, kedves vadász barátok, hölgyeim és uraim! 2016. november 21-én, három hónappal ezelőtt megemlékeztünk Ferenc József királyunk halálának 100. évfordulójáról. Az elmúlt hónapokban nagyon sokszor volt téma, mint szóban, mint írásban ez a nagy uralkodó, az én ükapám, aki 68 éven keresztül uralkodott. Ezzel leghosszabban a családom történetében. Azonban a királyról, mint vadászról, csak kevés szó esett. Ezért hálás vagyok a Fehova szerzőinek és Nimrod főszerkesztőjének, hogy itt és most méltó helyet találtak a szenvedélyes vadásznak. Ferenc József számára a vadászat valóban szenvedély volt. Kevés szabad idejének minden percét arra használta ki, miközben soha nem hagyta figyelmen kívül a kormányzás ügyeit. Azt mondta, hogy minden. A kronika mondja, hogy hosszú élete során 55 ezer halott lehetett. Ausztriában a kedvenc területe már is volt. Itt szeretnék köszönetet mondani Markus unokaöcsének, aki az Ischl Kastély Múzeumban megőrzött királyi trófeák közül néhányat most a Fehova rendelkezésére bocsátotta. Egy magyar gímszarvas, amit Gödöllőn ejtett, három zergét és egy fajtakost. Magyarországon mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a kedvenc vidéke Gödöllő volt, amit Prof. Andrássy Gyula adományozott a magyar nép nevében királya és királynéja számára a koronázás alkalmából. Ezzel Erzsébet királynő felé akarták a hála gesztusát kimutatni, az Ausztria és Magyarország közötti kiegyezés ügyében tett elkötelezett tevékenységéért. A királyné sehol sem érezte magát otthonosabban, mint Gödöllőn. A vadász szenvedély évszázadon keresztül átitatta a családunkat. Én magam is szívesen bevallom, hogy a vadászat iránti szeretet mind a mai napig elkíséri életem, sőt, ezt gyermekeim és unokáim megörökölték már. Ferenc József király vadászként korszakalkotó is volt. Nem csak vadász volt, de támogatta a vadászathoz csatlakozó kultúrát, a zenét, az irodalmat, sőt annak a viseletnek is a kialakulását is, amelyet mind a mai napig nagyra értékelnek, sőt viselnek is a vadászok. Így él tovább máig ez a nagy uralkodó és vadász népének szívében. Ezekkel a gondolatokkal örömmel és nagyon szívesen megnyitom ezt a külön kis Ferenc József király kiállítást. Köszönöm szépen!